Pályáztak és nyertek. A tavalyi évben döntött úgy a Bátaszéki Képviselőtestület, hogy élnek a Vidékfejlesztési Program egyik pályázatának lehetőségével. Azt gondoltuk, hogy a Bátaszéki piacteret egy kicsit fel tudnánk újítani, olyan eszközökkel, térrel, épülettel tudnánk ellátni, hogy mondjuk egy 21. századi kisvárosban a helyi szokások, a helyi piaci szokások kiszolgálására alkalmas, és hát talán egy kicsit egyfajta másodlagos funkcióként egyéb városi események megtartását is elő tudná segíteni. Be is nyújtottuk a pályázatot, és hát örömmel értesültünk róla, hogy támogatást nyert. Mint egy 85 millió forint támogatásban részesült az önkormányzatunk egy 105 millió forint értékű beruházáshoz, melynek keretében létre fogunk hozni a piac területén egy piaci kiszolgáló épületet, amiben vizes blokk, illetve a piaci feladatokat ellátó irodahelyiség lesz kialakítva a megfelelő és Itt fog felépülni a piaci kiszolgálóhelység a vizes blokkokkal, ezen kívül a piac tér burkolatát is felújítják, illetve bővítik a vásártér területét. A piaci szolgáltatás igénybevevő feltételeket is javítani kívánjuk ebből a pályázatból. Mobil piaci bútorzat kerül majd beszerzésre, amelyek természetesen csak piaci napokon kerülnek felállításra, és akkor tudják igénybe venni. Törekedtünk arra, hogy a vagyonvédelemre is tudjunk forrásokat fordítani, így a teljes piasztérbe lesz kamerázva. Parkoló kialakításokat is tervezünk ebből a beruházásból. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezt a folyamatot aránylag gyorsan tudjuk majd lebonyolítani. Ugyan a befejezési határidő 2022. június 30, de szeretnénk, hogyha ez valamikor tavasszal már el is tudna készülni, adott esetben, hogy Piaci szezon kezdetére már minden rendelkezésre álljon, és hát a városi rendezvények helyszíne is kész legyen adott esetben a 22-es tavaszi rendezvények megfelelő fogadására. A támogatás a pályázat 85%-át fedezi, így az önkormányzatnak ki kell egészíteni azt mint egy 20,5 millió forinttal, hogy a projekt teljes egészében megvalósulhasson.